A Fidesz-KDNP nyerte az időközi önkormányzati választást Budapest 3. kerületében. Csikós Némányi Júlia 176 szavazattal szerezte meg a képviselői helyet az ellenzék jelöltjétől, aki mellett még Szabó Tímea és Dobrev Klára is kampányolt. Ez már a sokadik időközi választás, amelyen a Fidesz jelöltje győzött az elmúlt hónapokban. Csikós Némányi Júlia a Hír TV híradójának azt mondta, valódi tettek helyett látszat politizálás folyik Óbudán, és szerintem ezt elégelték meg a választók. Óbuda jelenlegi városvezetésnek semmilyen elképzelése és víziója nincsen Óbuda jövőjét illetően, és én úgy gondolom, hogy most már ezt a választópolgárok is érzékelik, hiszen eltelt 3 év a győzelmük óta, és azóta gyakorlatilag változás nem történt a 3. kerületben. Azokat a fejlesztéseket hajtják végre, amiket még az előző városvezetés elkészített. Az önkormányzat vagyonát elkezdték kiárusítani. Nagy Ervin és Nagy Attila Tibor a vendégem. Szervusztok, jó estét! Jó estét! Jó estét! A választás, a mostani időközi választás eredményén ti meglepődtetek? Annyiból igen, hogy ez mindenképpen egy baloldali körzet volt ezelőtt is. Most viszont a meglepetés az szerintem a mérték, amennyivel nyert a kormánypárti jelölt, illetve még egy adalékot hagyd tegyek hozzá, 2019-ben úgy nyert a baloldali összefogás képviselőjelöltje, hogy a Jobbik külön indított még akkor képviselőjelöltet, most ilyen nem volt, tehát ha úgy tetszik, jobban lejtett volna a pálya, és ennek ellenére nagy különbséggel nyert a kormánypárti jelölt. Én is úgy látom, hogy a Fidesz győzelme, pontosabban a Fidesz győzelmének a nagysága, mérete, tehát az 50% fölötti eredmény, az mindenképpen meglepő, ugyanis a baloldalnak itt illett volna győznie. Ez egy hazai terep. Ha úgy tetszik, ez az ellenzék oroszlán barlangja, Óbuda, ehhez képest a Fidesz, azt kell, hogy mondjam, hogy simán győzött. Itt fel kell vetni szerintem Kis László DK-s polgármester politikai felelősségét, hiszen... Másért nem? Hát természetesen másét is, de most a helyzete abból a szempontból pikáns, hogy az az ellenzéki közös jelölt, aki vereséget szenvedett, ő együttal DK-s politikus is, és a Óbuda mostani polgármester is szintén DK-s, és nem tudta elérni Kis László, hogy az ottani kis önkormányzati kerület választópolgárainak a többsége a DK-s ellenzéki jelöltre szavazzon. Ami még meglepő, hogy Dobrev Klárától kezdve Szabó Tímeáig azért nagyon sokan kampányoltak az ő jelöltjük mellett. Most megnézegettem Szabó Tímeának a közösségi oldalán. Szinte naponta, fél naponta rakott ki az utolsó időben közös képet a jelölttel, hogy támogassák. Nem tudták azt elérni, hogy megnyerje ezt az időközi voksolát az ő jelöltjük, és azóta viszont csönd van ebbe a témában. Tehát úgy tűnik, mintha egy picit veszíteni se tudnának méltósággal. Itt érdemes azt még felvetni, hogy vajon a helyi választók, legalábbis ebben az önkormányzati választókerületben mennyire elégedettek vajon a mostani baloldali liberális kerületvezetés munkájával. És itt bizony fel kell vetnem azt is, hogy érdemes majd azon is elgondolkodni, hogy az ellenzéki polgármester által vezetett települések úgy általában véve, hogy teljesítenek. Azért van néhány figyelmeztető, rosszak tűnő példa, jó néhány olyan város-település van, amelyekben a baloldali liberális pártok helyi képviselői összevesztek egymással, például Egerben, például Tatabányán, például Gödön, és még lehetne sorolni a példát. És miért kellett itt kiírni a választást? Hát azért mert ugye lemondásra került sor. Le? Azért mondott le, mert a polgármester MSZP színekben nyerte meg a kerületet, ő polgármester. És átlépett a DK-hoz. És átlépett néhány hónap után a demokratikus koalícióba, Kis Lászlóról van szó, és ez nem tetszett annak a képviselőnek, aki lemondott, azt mondta, hogy nem akar szavazógép lenni ebben a testületben. Tehát én azt hiszem, hogy ez a jelenség, ez az esemény sor azért kicsiben megmutatja azt, hogy mi van nagyban. Tehát az, hogy nem bírnak összetartani egy ilyen nagy, széles koalíciót, egymás között is vitatkoznak, közös érdekük mellett egymással is versenyeznek. Én még felvetném azt, hogy már az előválasztáskor látszott,
hogy a demokratikus koalíciónak vannak problémái a budai területeken. Tehát nem szerepelt túl jól a párt a Budán, több jelöltje, például Kálmán Olga elhasalt, egyértelmű vereséget szenvedett a másik ellenzéki jelölttel szemben, és most is ugye a DK jelöltje, bár közös ellenzéki jelölt volt, nem tudta megverni a helyi fideszes jelöltet. Tehát a demokratikus koalíciónak például külön el kell gondolkodnia azon, hogy miért működnek rosszul, szemmel láthatóan a budai alapszervezetei. Pedig a demokratikus koalíció arra készül, hogy vezesse az országot. Ez a dolga. Minden politikai közösség pár cél, hogy megbízást kapjon az emberektől, vezesse a falut, kerületet, a várost, az országot, ezért vannak, ez létezésük értelme. Ez Gyurcsány Ferenc írta ki a közösségi oldalára. Nem látják azt a problémát, amiről az előbb te beszéltél. De szerintem több, mint kincstári optimizmus. Nincs kormányváltó hangulat, nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc megpróbálja kanyarba előzni a többieket, tehát érzi azt, hogy mindenki mélyponton van, és esetleg ő ebben a helyzetben tudna erősödni. Nem véletlen az, hogy ő csinálja egyedül azt, amit áprilisban az összes ellenzéki párt megígért, miszerint elmennek az emberek közé, beszélgetnek velük, fórumokon találkoznak az emberekkel. Ő hirdette meg, Gyurcsány Ferenc, most nem olyan régen a hétvégékre ezeket a országjáró körutakat. A többi párt pótcselekvésbe fullad, megpróbálnak rátelepedni bizonyos tüntetésekre, és ezen kívül más nem látunk tőlük. Tehát én azt látom, hogy a demokratikus koalíció megy, teszi azt, amit megígért áprilisban, és egyre jobban erősödik. Persze ez egy relatív erősödés, mert azért a demokratikus koalíció is, hogyha nagy képet, az összképet nézzük, az egy jócskán le van maradva a kormánypártoktól. A demokratikus koalíció viselkedik leginkább pártszerűen az ellenzéken belül. Ez alatt azt értem, hogy a DK közelíti meg azt a szintet, amelyet egy pártnak, egy igazi pártnak csinálnia kell, tehát ahogy te is említetted, elmegy az emberek közé, gondolkodik a jövőről, belső tanácskozásokat folytat ennek érdekében, kimondja egyértelműen Gyurcsány Ferenc, hogy kormányváltásra készül, nyilván ő is tisztában van azzal, hogy erre nem most fog sor kerülni, legalábbis meglepne, hogyha ezzel nem lenne tisztában. Nem haragudj, hogy félbeszakítalak, de ezt évek óta halljuk az ellenzéki politikusoktól, hogy kormányváltás lesz, és megcsinálják, még az április 3-ai választás előtti napon is ezt hallottuk, meg aznap is de ezt van egy hallottuk, jelszó, csak van azóta egy... készülnek. De igen, ezt akartam mondani, van egy bűvös, mágikusnak szánt jelszó, hogy készülünk, és most már Gyurcsány fel is fedett valamennyit abból, hogy mire készülnek. Tehát szemmel láthatóan a DK abban reménykedik, hogy most a nehéz helyzet, az energiaválság, a részleges rezsiemelésnek köszönhetően a Fidesz népszerűsége tartósan alacsonyá válik majd az őszi-téli hónapokban, és ez úgy beszakítja, gondolja Gyurcsány Ferenc a Fidesz népszerűségét, hogy nem tud majd abból felállni, és majd az ellenzék, különösen a DK ebből hasznot húz, hát majd meglátjuk, hogy ez mennyire megalapozott várakozás. Csak én megnéztem Gyurcsánynak a hétvégi beszédét, és abból a beszédből számomra az jött le, hogy ő kifejezetten számít arra, hogy a kormány, illetve a Fidesz politikailag jelentősen meg fog gyengülni, és ezt az ellenzék majd főleg a DK ki tudja használni. Igen, csak van egy problémája a DK, az, ami az előnye, az a hátrány, ez Gyurcsány Ferenc személye. Hát azt jól tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc a legelutasítottabb politikus, és szerintem nincs olyan elemző, aki ne értene velem egyet abban, hogyha azt mondom, hogy vele nem lehet választásokat nyerni, vele nem lehet ezt a kormányt megbuktatni. Mégis ez van, tehát a baloldal továbbra is Gyurcsány Ferenc határozza meg és vezeti. Ez egy nagyon nehéz helyzet az ellenzék számára. Urak, folytassuk innen a vitát, nem megyünk sehova, következik egy rövid reklámszünet, és jövünk vissza, maradjanak velünk. Jó estét, folytatódik a napi aktuális, M. Dobos Marian vagyok, és az urak, ahogy ígértem, még mindig itt vannak velem, Nagy Ervin és Nagy Attila Tibor. Szerbusztok ismét, jó estét. És ugye ott hagytuk abba, hogy a DK készül, kormányzásra készül. Attila azt mondta, hogy szerinte a DK most megnézi, hogy az őszi-téli hónapokban milyen nehéz helyzetbe kerül a lakosság, és ezt mennyire vetíti ki a kormányzati koalícióra. Ez lesz a taktikájuk szerinted is?
is. Hát ez a taktikájuk már most látszik, tehát igazából nem látok alternatíva képzést. Kritikát látok, a DK részéről dekonstruktív álláspontot, ők még mindig pedzegetik azt, hogy az alaptörvény alkotmányellenes, a parlament nem törvényes, tehát ez még mindig benne van. A kormány nem törvényes, bocsánat, tehát ugye ez még mindig benne van az ő mondandójukban, ami egyébként egy szerintem kontraproduktív, tehát igazából pótcselekvés, ami visszaüt az ő fejükre, de igazából amit velük kapcsolatosan el lehet mondani, az az, hogy amellett, hogy megvan nekik a szervezeti stabilitásuk, és jól láthatóan, ahogy megbeszéltük a műsor első részében is, azt csinálják, amit egy ellenzéki pártnak kell tennie, emellett én nem látom a mondani valót, én csak azt látom, hogy valóban arra braziloznak, arra játszanak, hogy politikai hasznot húzzanak abból, hogy az országnak minél rosszabb, annál jobb lesz. Nekik. Ahhoz, hogy a DK igazából ki tudja használni az esetleges problémákat, jobb működésre, átgondoltabb döntésekre volna szükség. Ugyanis a DK hozott az utóbbi időben néhány egész fura döntést, illetve lépést. Az első Olá Lajosnak a jelölése és megválasztatása a parlament alelnöki székébe. Olá Lajos nem nagyon szerepel sokat, bár most a Horthy szobor kapcsán pozícionálta magát, de Olá Lajosról azt érdemes tudni, hogy ő a kínai magyar baráti társaság vezetője. Na most ebben a pozícióban ő nem nagyon bírálta a magyar kormány Kína politikáját, tehát alig megkülönböztethető Olá Lajos és a magyar kormány. Általában véve is Olá Lajos kevésbé szokta bírálni Orbánékat, ami azért fura, mert a DK magát a legharcosabb ellenzéki pártként pozícionálja. Mondom a másik. De nem jutsz el odáig, hogy Fidesz ügynökök vannak a DK-ban, mert mondom, Márki-Zay Péter utoljára ezt van egy kis ellentmondás. A következő Bősz Anettnek a főpolgármester helyettessé való megválasztása a DK részéről az volna logikus, hogy Karácsony Gergelyhez szemben egy DK-s alternatívát állítson fel. Ehhez képest egy olyan politikus tesz oda, aki fővárosi politikában még nem ismert, egy napot sem volt polgármester korábban sehol, tehát ő országgyűlési képviselő volt korábban és a Magyar Liberális Párt vezetője. Ezen kívül... Az időnk, Attila, annyit kérek. Csak annyit, hogy egy-két helyi szinten azért voltak a DK-n belül feszültségek, például Veszprémben, és arra is utalnék, hogy néhány megyében a DK kifejezetten gyengén teljesít, különösen például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tehát ebből a rövid felsorolásból is érzékelhető, hogy a DK-nak, még pártnak még jócskán vannak olyan problémái, amelyeket kezelni kéne. És ahogy említetted az előző adás részben, Óbudán is vannak a DK-nak problémái, mert úgy tűnik, hogy a polgármesternek nincsen elég ereje. Óbudán meg a budai kerületekben. És azt elhiszitek, hogy Gyurcsány Ferenc nem tudott Márki-Zay féle kampánytámogatásokról? Szerintem kizárt, hogy nem tudott róla. Tudnia kellett, közös kampányszámlákat finanszíroztak, közös kampányszámlákat fizettek ki. Tehát azért közel 2 milliárd forint szerintem feltűnik, hogyha megjelenik egy közös kampányban. Mert itt arról van szó, hogy a 6 párt saját maga gazdálkodott, berakta a közösbe, amit berakott, saját magára költötte, amit saját magára költött, és emellett volt egy plusz forrás, amit Márki-Zay Péternek az egyesülete hozott be ebbe az együttműködésbe, ez a Mindenki Magyarországa mozgalom volt, ami szerintem egyértelműen a törvény kikerülése volt, sőt megkockáztatom, hogy ennek még azért lehet büntetőjogi számonkérése is, hisz hiába, hogy kikerülték a törvényt azzal, hogy egyesületnek utalták a pénzt, nem pedig pártnak, mert ez lehetséges, de ennek ellenére olyan számlákat fizettek ki belőle, amelyek konkrétan a kampányban merültek fel. Az pedig a válasz pedig az, hogy egyértelműen tudni kellett róla. Én nem tudom, hogy ki miről tudott és miről nem. Az kétségtelenül igaz, hogy közös kampánytanács volt az ellenzéknél. Tehát ebben a DK képviselője is ott volt. Viszont ugye ezek a nagy összegek, azt maga Márki-Zay Péter mondta a Magyar Hang podcastjában, úgy utólag érkezett be amerikaiaktól egy nagyobb összeg, amelyekből fizették a kampány utolsó számláit. Azt mondta, hogy 100 milliós nagyság. Több 100 milliós nagyság. Igen, de egyébként közel 2 milliárd forintról beszélünk, ami külföldi.
Tehát azért ez egy elég komoly összeg, hogy ne vegye észre a szövetséget. Jó. Én azt feltételezem, hogy Gyurcsány, tehát gondolom, hogy a fontosabb pénzügyi dolgokról Gyurcsány tudott, ám bár Márki-Zay Péter panaszolta, hogy a DK nem igazán szállt be anyagilag a közös kampányba. Annak idején lehetett azt hallani, hogy volt egy úgynevezett pártelnöki csoport az egyik szignálon, nem akartam így kimondani, de akkor mondjuk ki, ahol ugye megbeszélték elég bizalmasan az ügyes-bajos dolgokat, kampánystratégiától kezdve mindent. Hát azt el tudjátok képzelni, hogy amikor létrehoznak egy titkosított csatornán egy ilyen csoportot, ahol könnyebben meg tudják beszélni a bizalmas információkat, hogy nem esik arról szó, hogy gyerekek, én beleadok 10 forintot, én 5 forintot, te hozol 20-at, én meg bele tudok tenni 13-at, mert azt kaptam. Tehát, hogy az anyagiakról nyilván ilyen platformokon beszéltek, a személyes találkozásokon túl, nem? Én biztos vagyok benne, tehát az, hogy most hárítja magától az egész ügyet az ellenzéki oldal, az szerintem egy képmutató magatartás. Tudniuk kellett róla. Most nyilvánvalóan érzik azt is, hogy ezzel gond van. Egyébként nekem hajmeresztő az a fajta nyíltság, amivel Márki-Zay Péter erről beszél. Szerintem ez példátlan. Tehát az a nyíltság, ahogy ő ezt megvallja, bár ő szokott szolgálni meglepetésekkel. Ez a sértettség? Én szerintem van benne egy ilyen érzelmi motívum is, biztos vagyok benne, de az is benne lehet, hogy ugye azt ígérte, hogy átláthatóvá teszi a kampányát, hát ő megtette, ha bár itt azért vannak más problémák, nem csak az átláthatóság, hanem az, hogy végül is ebből azt szűrhetjük le, hogy ő rajta keresztül beavatkozás történt a magyar választásokba, a külföldi beavatkozás volt. Szerintem sajnos lejárt az időnk, úgyhogy azt mondom, egy másik alkalommal a legfrissebbeket vegyük végig. Urak, köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen.